Mintegy 500 ezer tonna lehet az idei gyümölcstermés az ültetvényeket ért fagykárok miatt. Ez áremelkedést hordoz magában, sajnos az árak emelkedése meglátszik a zöldségtermékeken is. A jelentősebb gyümölcstermelő országokban tapasztalható, bár a hazainál mérsékeltebbnek tűnik. A fagykárok miatt Európa egészében keresleti piacra, így az átlagosnál magasabb gyümölcsárakra lehet számítani. A termesztők idénre jó termést vártak. A gyümölcsök megfelelően virágoztak, azonban március közepétől több hullámban jelentős fagykárok érték az ültetvényeket. A legnagyobb termés kiesés kajszibarackból, őszi barackból és cseresznyéből várható. Egy gyümölcsök mennyisége negyedére, harmadára esett egy jó évhez viszonyítva. Kajsziból egy kedvező szezonban 30-35 ezer tonna terem Magyarországon. Őszi barackból 35-40 ezer tonna, míg cseresznyéből 14-16 ezer tonna. A felére csökkenhet idén a költe és a szilva termés is. Előbbiből egy átlagos évben 30-40 ezer tonnát szüretelnek a gazdák, szilvából 65-70 ezer tonnát. Az ország legnagyobb területén termesztett almából és megyéből sem biztatóak a terméskilátások. Egy jónak mondható évben mintegy 800-850 ezer tonna alma terem. Az átlag termés 600 ezer tonna körüli, azonban az idén nem számíthatnak a tavalyi 400 ezer tonnás gyenge termésnél jobbra. Megyből legfeljebb a tavalyi 53 ezer tonna körüli termés várható, miközben egy átlagos évben 65-70 ezer tonnát szüretelnek. Mindezek mellett érdemi terméskiesést okozott a fagy a szabadföldi és nem takart szamóca kultúrákban is, sőt mérsékelten sújtotta a diót és a bodzát is. A karcagi piacon is érezhető az árak emelkedése. Minden zöldségnek nagyon drága lett az ára, úgyhogy nincs változás. Többen csak annyit vásárolnak, amire egy főzésre van szüksége. Szeretnének többet venni, csak drága a gyümölcs. Végül is most az eper, ez nagyon drága. A vásárlók azt mondják, érdemes körbenézni, mind az árak, mind a gyümölcsök és a zöldségek minőségét tekintve.